A férjemmel való kapcsolatomban akartam megtalálni, hogy mennyit érek, mik az értékeim, illetve hogy ki is vagyok. Egy igazi burokba zártam magam. 21 éves zsengemenyasszonyként Amy mindent elkövetett, hogy házasságuk tökéletesnek látszódjon. Háztartásbeli anya voltam. Arra összpontosítottam, hogy a férjem és gyermekeim igényei ki legyenek elégítve. Emellett pedig szolgáltunk a gyülekezetünkben. Erőfeszítései ellenére házassága nem olyan volt, mint amilyennek elképzelte. Nem volt benne igazi öröm. Vitatkoztunk, és vitáink alapjai főként a pénzügyi dolgok voltak. A férjem sokat volt távol, mert repülnie kellett a munkája miatt. Emiatt nekem kellett megtanulni, hogyan osszam be a pénzt, ami nehéz lecke volt. 9 éven át próbáltak együtt élni. Amy férje nem sokkal azután, hogy rákot diagnosztizáltak nála, elhatározta, hogy elválik. Emlékszem, a legkisebb lányom a garázsban ült. A férjem elszaladt valamiért, de soha nem jött vissza. Néhány nappal később felhívott és közölte, tudja, hogy keresem, és szeretném tudni, hogy hol van. De a fűnyírás és a szemét kivitel nem pálya neki. Mikor elment, úgy éreztem, semmire sem vagyok jó. Olyan voltam, mint egy tárgy, amit elhasználtak. Egyszerűen semmire kellőnek éreztem magam, mint egy eldobott szemét. Egy éjjel Amy rájött, hogy magával kapcsolatos terve miért bukott meg. Csak rólam szólt, az én tervemről, hogy én mit szeretnék. Nem Isten keresésről szólt, nagyon összetörtem. Azt mondtam Istennek, szükségem van rád, meg kell térnem a büszkeségből, a házasságom idealizálásából, a kontrollálásból. Istenem, megérintettél, a tied vagyok. Amy elkezdte megérteni, hogy identitása és értéke Krisztustól származik. Egy újfajta öröm és izgalom volt bennem, hogy Istennel indulok kalandra. Többé nem arról szólt, hogy én kontrollálom a dolgokat. Tudtam, hogy a kezében vagyok, és hogy terve van az életemmel. Hamarosan felfedezte, hogy örömét leli, és tehetsége van a bútorok restaurálásában. Üzleti diplomát szerzett, és megalapította Amy Howard at Home nevű cégét. Időközben megismerkedett, és hozzáment Jeanhez, akivel együtt is dolgoznak. Amy különleges bútordarabjain elnökök és sztárok szeme is megakadt. Csináld magad bútormázoló termékei már megtalálhatók a nagyobb barkácsáruházakban is. Amy számára a munkája több, mint csupán üzlet. Küldetésem és történetem része a széttört dolgok megmentése és helyreállítása. Látom, hogy Isten hogyan tette ezt meg az én életemben. Mikor az útfélen látok egy kidobott bútordarabot, látom, hogy milyen színűre lehetne festeni, melyik szobában lehetne hasznosítani. Ugyanígy Isten is meglátta ezt bennem. Nem a bűneimben látott, hanem 100%-osan helyreállva. Workshopjain arra tanítja az embereket, hogyan tudják bútoraikat felújítani termékei segítségével. Mostanra kiteljesedett feleség, anya és üzletasszony. De azt mondja, hogy identitását úgy határozza meg, hogy a nő, aki Istentől függ. Egyik nap sem tökéletes. Minden nap vannak küzdelmeim, mint bárki másnak. De el kell mondanom, hogy ezt az örömöt és biztonságot, amin van, és ezt az édes közösséget a megváltómmal semmire sem cserélném el. Ez mindennél többet ér nekem.